Sziasztok, ez itt a Partizán Filmklub podcastjének negyedik adása. Ezt a podcastet mindig a Partizán Filmklub vetítéseihez készítjük. Babos Anna és én, Petri Lukács Simon, akik a Filmklub programját is összeállítjuk, és mindig van egy vendégünk, ezúttal Garai Judit dramaturg, a Partizán felelős szerkesztője, aki a doktori kutatásában a részvételi színházzal foglalkozik, amihez a vetítéshez kapcsolódik. Szia, Judit! Sziasztok! Sziasztok! A Partizán Filmklub következő alkalma december 13-án lesz, amikor Octavio Cortázar por primera vez első alkalommal, Ignacio Aguero, Cien Niños Esperando un Tren, száz gyerek a vonat érkezésére várva, illetve Macskási Kati ünnepeink című filmjét vetítjük, hogy ezeken keresztül beszélgessünk aztán arról, hogy mit jelent a részvételi filmkészítés, és hogyan lehet gyerekeket bevonni a filmezésbe, illetve hogy mindez, mit jelent a szabadidőre vonatkoztatva, Ebben az évadban, tehát azzal foglalkozunk, hogy a szabadidő és a film milyen kölcsönhatásban vannak egymással, hogy hogyan alakítja a szabadidőről való gondolkodásunkat, az a sok kép, maga a képtermelés, amit a filmművészet és más média előállít és minden alkalomnak van egy tematikus fókusz, egy szűke fókusz, amin keresztül a szabadidőre tekintünk. Ezúttal ez a tanulás lesz, az, hogy a tanulás, a szabad, az önkéntes tanulás mit jelent, mint szabadidő, illetve az, hogy a mozi hogyan egyszerre óhatatlanul szabadidő és tanulás. És akkor először hozzád fordulnék Judit, hogy mesélj erről a doktori kutatásodról. Az, az a munka a doktori kutatásomnak, hogy a néző részvevő új dramaturgiai a Kortás Magyar Színházban, Kortás Magyar Alkalmazott színház színházban ráadásul. Ez a néző részvevő fogalom, ez Augusto Boáltól uh, származik, aki egyébként majd, ahogy ha rátérünk a filmekre és beszélünk róluk, hogy ő, ő egy dél-amerikai alkotó, aki a, az 50-es, 60-as, 70-es években dolgozta ki, pontosabban 74-ben jelent meg az Elnyomottak Színháza című legjelentősebb munkája, és ebben alkotja meg ezt a fogalmat, hogy ez a spect actor, és ezt most jobb néző nézőrészövőként fordítjuk, mert még mindig nem, nyelv, nem létezik magyar nyelv monográfia egyébként Boáról, meg a munkái sincsenek lefordítva, csak bizonyos szemelvények. És igen, tehát én különböző részvételi színházi formákkal foglalkozom, ugye nagyon fontos, hogy ez nem egy, egy homogén dolog, hanem majd itt a filmeknél is látjuk, hogy mennyiféleképpen lehet egy részvételi filmet megcsinálni, vagy hányféle módszertan mentén lehet ezekkel foglalkozni. Tehát részvételi színházi formákkal foglalkozom, és közösségi színházi formákkal, és azt kutatom, hogy hogyan egyáltalán milyen lehetőségei vannak a részvételi közösségi színháznak a 21. században, ráadásul itt Magyarországon bármilyen társadalom alakító szerepet ölteni, hogyan nyúl bizonyos elnyomott csoportokhoz, milyen témákkal foglalkoznak az alkotók, és mi a, mi a módszertanuk és majd ugyancsak a filmeknél számomra ez egy fontos kérdés lesz, hogy nagyon sokszor ugye ezek ilyen felülről, vagy kívülről jövő kezdeményezések, amivel egyébként szerintem semmi baj nincs, tehát ezzel az ambivalenciával együtt uh, tudunk élni, vagy így alkotóként is fontos, de hogy, hogy magát a közösséget hogyan mozgatod meg, hogyan teszed őket nem csak résztvevővé, hanem alkotóvá, az, az már szerintem egy nagyon felelősségteljes dolog. De az, amit mondtam most a közösségi alkotásról, nekem igazából ezekben a filmekben az a fontos, hogy egyrészt ez a résztvevőknek mindig egy közösségi élmény, de hogy közben meg valami nagyon elemi dolgot megtanulnak a filmről is, meg megmutatkozik valami nagyon elemi a film művészetről, vagy a film esztétikájáról, vagy arról, hogy hogyan épül föl egy közösségnek a munkájából mindig egy film, és erre egy ilyen közösségi alkotásokkal transzparensebben fölhívja a figyelmet, mint egy olyan film, ahol a nem tudom, a, a szakemberek, az operatőr, a hangmérnök, a rendező szerepe ilyen nagyon strikt módon elválnak. Talán kezdjük Octavia Cortezár első alkalommal című filmjével, ami egy 1967-es kubai film, nyolc évvel forradalom után járunk, amikor különböző programok vannak arra, hogy a nagy nélkülözésben premodern körülmények között élő közösségekhez eljussanak az írni-olvasni tanítással foglalkozó csoportok, vagy higiéniás csoportok, testkultúrával foglalkozó csoportok, akiket erre a célra létesít a kormány és ilyen kultúra terjesztő vagy népművelő szerveződés volt a Cinemovil csoport is. Az volt a kultúrpolitikai misszió, hogy furgonokkal, 16 mm-es vetítővel és a vetítéshez szükséges dolgokkal megpakolt furgonokkal járták a kubai vidéket. Cinemovil szervezők, ugye mondjuk, amit említettél, a, igen, az írni-olvasni tudás terjesztését, ezt mondjuk jellemzően városi emberek vitték el ezeket a programokat vidékre, de hogy hogy ezzel szemben mondjuk a Cinemovia mozgalomnak az egy ilyen viszonylag fontos eleme volt, hogy vidéki emberek gyűjtötték össze tartományi központokban, és akkor ott három hetente filmes szakemberek képezték őket filmből, vetítésből, tehát ezeknek a furgonoknak a vezetője volt egyszerre a vetítő is, és hát ilyen elképesztő mennyiségű filmet vetítettek, tehát mondjuk egy ilyen furgon 80 és 140 közötti vetítést tudott megcsinálni havonta, ami nyilván azért is volt egy ilyen fontos dolog, vagy egy nehezebb dolog, mint Magyarországgal összevetve, mert hogy teljesen más földrajzilag ez az ország, és sokkal nehezebb eljutni különböző falvakba és városokba, és sokkal kevésbé voltak meg ezek a központok, tehát hogy ez tényleg egy ilyen leküzdeni való dolog volt, hogy hogy lehet a folyamatosan újra és újra elöntött területekre, meg a hegyekbe vinni filmeket. Aminek egyébként persze van nagyon is hagyománya, vagy hogy a szovjet ilyen agitprop vonatok már az 1910-es-20-as évektől kezdve járták az országot, és ugyanígy vetítettek is, illetve az azért volt egy picit más, talán, mert ugye ott ott egyszerre forgattak is a, a parasztokkal, és aztán a róluk készült filmeket megvágták és levetítették nekik, ami, aminek azért volt egy picit talán más a funkciója, mert hogy ott a, a szakszervezetek közötti versenyt is fokozták ezzel, vagy hogy, hogy ott ilyen elég konkrét munka folyamatokat és a, a termelésnek a hatékonyságára a ösztönző képsorokat mutattak az embereknek. És ugye ez, ezzel szemben Kubában meg egészen különböző filmeket a Szovjetunióból, Csehszlovákiából, de akár Spanyolországból is vetítettek. Játékfilmeket. játékfilmeket. Játékfilmeket, és ebben a filmben is azt látjuk, ugye, hogy egy cseplin filmet a modern időket vetítik le egy közösségnek, ami mondjuk nem az, mint amiről eddig beszéltünk, tehát ez nem részvételi filmalkotás, viszont a, viszont a nézés, tehát a közös filmnézésnek, vagy a, a, nézővé nevelődésnek egy ilyen nagyon fontos pillanata, mert ezek az emberek, nagyon sok legalábbis ezek közül az emberek közül még soha nem látott filmet, tehát nekik ez az első találkozás a filmmel. Igen, itt, itt számomra is két aspektus volt nagyon érdekes. Egyrészt mindegyiket érintetted, már csak ki szeretném emelni, hogy az eleje, ahogyan indult, tehát, hogy még ha nagyon rövid ideig is, de megismerjük ezeket a furgonvezetőket, akik, ha jól értettem, mezőgazdaságban dolgozó emberek, és akkor ők azok, akik magukra veszik ezt a feladatot, és elkezdik az országot járni, tehát hogy, hogy sokkal közelebb vannak ahhoz a, ahhoz a csoporthoz, akik, akiket meg, meg fognak látogatni. A másik meg, hogy igen, tehát hogy itt annak a dokumentációját látjuk, hogy az emberek, akik még soha nem találkoztak a, a mozi élménnyel, vagy a film hogyan reagálnak arra, és hogy maga a falunak a közössége hogyan kezeli ezt az eseményt, a szabadidő eltöltését, hogy összeülnek és, és közösen megnéznek gyerekek, idősek, szülők, szóval, hogy mindenféle korosztályból látunk erre példát, tehát tényleg az egész közösség megnézi együtt ezt a filmet és imádtam azt a részt, amikor ugye nevetnek, szórakoznak, amikor elálmosodtak, amikor már rohadtul unják, szóval, hogy nagyon érzékeny volt a kamera arra, hogy milyen pillanatokat mutat meg. Szerintem ez az, az egyik legszebb része a, a filmnek, amikor, amikor az emberek elkezdenek arról gondolkozni, hogy vajon mi lehet a film, és akkor ilyen egészen megrázóan szép dolgokat mondanak, hogy egy nagy város. E ez, bocsánat, a... csak hogy ez egy olyan interjúhelyzet, amit egyrészt tehát ugye egyrészt, igen, a filmklubon sokat beszélget, tudhatunk arról, hogy milyen uh, interjúkészítési praxisok vannak, és szerintem ez a vetítés is alkalmat fog erre adni, hogy ugye ebben a filmben, amikor a, a közösséghez elmennek a szervezők, akkor akkor ők készítenek interjút az emberekkel, és Octavio Cortezer csak rögzíti ezt, tehát itt ugye nem a rendezőnek az interjúpraxisáról van szó, és csak azt akarom mondani, hogy, hogy csak így nyomatékosítani, vagy didaktikusan ki akarom ezt élezni, mert talán annyira elképzelhetetlen számunkra, hogy egyetlen ilyen van még, vagy hogy 1967-ben ilyen lehetett még, hogy, hogy ez egy olyan interjúhelyzet, amikor tényleg egy teljes tabularázából beszélnek az emberek arról, hogy mi a film, és önkéntelenül vagy öntudatlanul elképesztően érzékletes rátapintásaik vannak mégis erre. Arról tudtok-e bármit egyébként, hogy ezt a filmet visszavitték-e ennek a közösségnek, vagy levetítették-e valaha ennek a közösségnek? Szerintem igen. Ez... Szerintem igen, ő mert ezek a... Nézővévállásukat dokumentálja. Ezek a, ezek a egy filmprogramként épültek föl, tehát a nagyjáték filmeket mindig megelőzte egy rajzfilm, vagy egy instrukciós film, vagy egy híradóbetét, és ebben a konstellációban, mert csak azért is azt gondolom, hogy kellett, vetítsék, mert egyrészt a filmek kiválasztásáért a kubai filmintézet felelt, másrészt Kortezár maga is nagyon sokat foglalkozott az államnak ezzel a népművelő tevékenységével, szóval később, tíz éve később egy Elbrikatiszta című játékfilmet forgatott is ezekről az analfabetizmus ellen küzdő csoportokról, tehát ez az életművének egy elég fontos eleme volt. Igen, de bocsánat, csak azt akartam mondani arról, hogy megismerhetjük ezt a közösséget, hogy nagyon, meg ahogy mondtad, hogy milyen érzékeny a kamera azzal kapcsolatban, hogy mit mutat, hogy ez egy 9 perces film, de egy iszonyú tömör, az, ahogy vágva van, és nagyon nagyon eszenciális, nagyon kifejező beszédhelyzetek, meg, meg pillanatok maradtak benne végül. És az egyik ilyen számomra nagyon kedves jelenet, hogy ugye azt keresik a helyi iskolában, hogy kik azok a gyerekek, akik még nem láttak filmet. És úgy is indul a film, ami azt sejtetné, legalábbis számomra azt sejtett, hogy itt csak gyerekekről lesz szó, vagy hogy gyerekeknek akarnak megvetíteni. És akkor ott a, gyerekek az iskolaudvaron összevitatkoznak arról, hogy ki az, aki látotta már filmet, és szervezők kérésére megmondanak további embereket, akiket érdemes ezzel kapcsolatban megkérdezni. És mond a kislány egy nevet, hogy ott még nem látott filmet. És teljesen váratlanul a következő vágás után már egy más helyszínen járunk, egy földeken vagyunk, és egy felnőtt férfi állott, és valahogy ott és persze ez teljesen spekulatív, de valahogy ez a beszédhelyzet, hogy a kislány teljesen magától értető, de nem ezt a férfit, és aztán, hogy a férfi reagál a kislánynak az egyébként téves sejtelmére, hogy ő még sosem látott filmet. Számomra, mondom ilyen spekulatíven nyilván, de hogy számomra egy nagyon nem hierarchikus, nagyon szerves közösség képét idézte fel, amiben egy gyerek számára teljesen megengedett, hogy kvázi ilyen módon megszólítson, hogy helyzetbe hozzon egy felnőtt férfit, és, és ez, a, ez is egy ilyen premodern állapot. Hát igen, meg nem csak az, hogy egy premodern Állapot, hanem valahogy ez a, a helyzet, hogy itt senki nem látott még filmet, vagy a, a falulakóinak a nagyon jelentős része nem látott filmet, és nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is. Tehát, hogy ugyanabból az állapotból kezdik elnézni a Chaplin filmet. Hogy a, a modernitáshoz, vagy hogy azokhoz a körülményekhez, amiket el akar hozni a, a Cinemovil csoport, vagy az analfabetizmus küzdő csoport, ugyanannyira nincs hozzáférése életkortól, vagy nemtől függetlenül ezeknek az embereknek? Abszolút, és közben eszembe jutott, amikor néztem ezt a filmet, meg ahogy most is a kontextusát elmondjátok, a, a kutatási területemben az előbb említett Boál, hogy ő, ő a São Paulo-i arénaszínházból vonult ki a külső kerületekbe, aztán vidékre, hogy mert arra jött rá, hogy itt csinálhatjuk Stanislavski módszerrel, mert azt tanulta Amerikában a különböző előadásokat, de hogy, hogy ki a néző, tehát kik a néző, kik jutnak el egyáltalán színházba kik tudják megfizetni egyet, ugye ez ma is egy óriási kérdés. És ő fogta a csapatát, a, a, társulatot, és elkezdték járni a kerületeket, aztán már a vidéki falvakat, meg minden, és ott is nagyon fontos volt az, hogy, hogy a, az analfabetizmust valamennyire sikerüljön orvosolni, vagy felszámolni részben, akkor az, hogy az önképviselet, az önreprezentáció, a, hatalommal való viszony valahogyan megjelenjen, és bennem azért itt a filmnél természetesen bekapcsolódtak ilyen kettős érzések, hogy de hát milyen jól megvoltak ők a film nélkül is eddig, meg minden, hogy mi szükség van erre, de természetesen ezek, ezek azok a frázisok, amik így el szoktak hangozni, és az, amit megmutat ez a kilenc perc, hogy, 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 milyen közösségi élmény, és, és még egyszer a témánkhoz kapcsolódóan a szabadidőnek milyen fajta eltöltése történik ott, meg, és az, hogy kíváncsiak rájuk azok az emberek, akik odaérkeznek, és kíváncsiak a véleményükre, az egy tök fontos aspektus, és nagyon szépen felfűzi a, a film ezekre a fókuszpontokra az egész történetet. Tehát, hogy pont ez, amit mondasz, hogy milyen jól megvoltak előtte, és persze tényleg tök jól megvoltak előtte, csak a, a, a második filmben, a, a csilei filmben, ugye, amikor egy Alicia Vega nevű tanárnőnek a workshopját látjuk, és mesél az Alicia meg arról a filmes workshopról, amit gyerekeknek tart, akkor ott van egy ilyen nagyon szép mondat, amit most nem tudok pontosan idézni, de az a lényeg, hogy hogy ezeknek a gyerekeknek a képzelő erejét semmi nem stimulálja. És ugye ott abban a filmen folyamatosan van ezzel egy játék, hogy megmutatnak, levetítenek a gyerekeknek egy filmet, és a film közben folyamatosan rávág az Ignacio Aguero a rendező gyerekrajzokat. Tehát, hogy az, az, a dolog, amiről szoktunk beszélni, hogy milyen szörnyű, hogy előkódolja a képzeletünket a film, meg azok a képek, amiket látunk magunk körül, az egy ilyen nagyon konstruktív módon is megjelenik a, a második filmben, hogy valaminek a lemásolása az hogyan tudja beindítani a saját önkifejezésedet, megképzelő erődet. Hát felszabadít. Ö, igen. Felsz, abszolút, igen. tehát hogy minden ilyen részvételi, művészeti forma egyik, egyik legfontosabb erénye az, hogy, hogy egyszerűen felszabadít és hogy, és hogy közösséget terem. Tehát, hogy rájössz arra egyénként, hogy nem egyedül vagy azzal a, azokkal a, akár az, hogy nem láttál filmet, most úgyhogy szorosan ehhez kapcsolódunk, vagy akár bármilyen problémával az életben, hogy, hogy igenis ezek, ezek közösségek, amik összefogva együtt tudnak, tudják magukat képviselni, és tudnak bármit onnantól kezdve elérni mikroszinten, ami nagyon fontos. Abszolút, és szerintem az is érdekes ebben a dologban, amit mondasz, hogy mondjuk az első filmben hiába nincsen közös alkotás, de mondjuk a Partizán Filmklubban így nagyon sokat beszélünk arról, hogy azért is fontos nekünk hogy a film után minden résztvevő elmondja, hogy milyen volt neki a filmélmény, mert hogy szeretünk a nézésre is kicsit úgy gondolkodni, mint egy ilyen közös alkotásra, vagy mint egy ilyen közös írásgyakorlatra. Az is egy szervező elemennek, vagy két fontos szervező elemennek a programnak, az egyik az, hogy mind a három film különböző diktatúrákban készült, ugye Castro, a Pinochet és a Kádár rendszerben, hogy ebből a két film valamilyen szocializmusban készült, és hogy számomra a szocializmusról, vagy a szocializmus kultúrpolitikáról is nagyon beszédes, és ennek a két szocializmusnak az összehasonlíthatatlanságáról, vagy hát a kettő közti óceáni szakadékról is nagyon beszédes, hogy mi a Magyarország 1981 és Kuba 1967 helyzete és viszonya a filmhez a kultúra terjesztéshez, a modernizációhoz, modernizációhoz, és hogy igen, csak ezt akartam mondani is, hogy hát egyfelől nagyon benne van az persze, amit mondasz, hogy, hogy, milyen jól megvannak film nélkül, és az, hogy milyen jól megvannak film nélkül, azt nagyon szépen összeolvasható azzal az elképesztően éles ráérzéssel, amit ez a megfogalmaz, hogy hát a filmekben szép, meg fiatal lányok láthatók csak, mert anélkül a film nélkül valóban nagyon jól megvannak, amit Hollywood vagy más ipar rájuk erőltetne, anél, anélkül a a, hamis a, tudat és hamis kép, és a, hamisan megcsinosított világ nélkül, amiben ezen ő helyesen feltételezi, hogy nekik nincs helyük, és ilyen módon nincs is rá szükségük. De hogy ugye ezzel szemben szovjet, kínai, csehszlovák illetve cseplén filmeket visznek. És hogy miközben számunkra a, 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 abban, hogy mi gondolkozunk a filmtörténetről, persze nagyon fontos, hogy Chaplinre egy kommunista figuraként gondoljunk, de az a kritikája a termelésnek, amit ő megfogalmaz, az igencsak, hogy ehhez kapcsolódik, az teljesen számukra, annak a témája is, vagy a tárgya is teljesen ismeretlen, hiszen ez egy agrár közösség. Hasonlóképpen azokhoz a közösségekhez, ahova ezek a szovjet vonatok elértek először, Vertov és Medvedkin vezetésével, ahol szintén ugye ez a hihetetlen modernitás, a vonat és a film először a búzamezőkön jelent meg a mai Ukrajna területén, és hogy egyszerűen csak nagyon beszédes erről a fajta közösségépítésről, meg egyetlen Chaplinről, vagy hogy arról az én általános igazságról, amikor is szoktuk mondani, hogy Chaplin milyen egyetemes, meg Chaplin milyen közérthető ikonográfiákkal dolgozik, hogy hát amikor az evőgép kifigurázza azt az intensifikált üzemi munkát, amit persze az amerikai nézők nyilván jól ismertek, akkor ez mindenkinek rögtön a moziban érthető, hogy itt mi, mi történik, és mi mit karikíroz ki, és ez Egyszerűen csak a képzelőerőről, vagy erről a tabularázza tabula versus stim, stimuláció hiányról számomra nagyon váratlan volt. Nem, de igen, szóval ez is érdekes, hogy persze ezek az emberek nem láttak még filmet, de lehet, hogy gyárban sem voltak még, vagy ugye azzal se találkoztak még, hogy mi történik, egy nem tudom, futószalagon. Tehát, hogy... Igen. És hogy igen, és bocsánat, csak azt akartam mondani a programról, ha már így a második filmre, hogy ugye úgy épül fel a program, hogy még az elsőben csak közös nézés van, addig a másodikban a közös nézés már ugye vezet közös alkotáshoz, és aztán a harmadik filmben már. Csak a közös alkotás eredményét látjuk. De hogy az, azért is nagyon érdekesnek tartom ezt, vagy így a szocializmusra összefüggésben, mert hogy valahogy kicsit az, hogy ez az első filmélményük ezeknek a gyerekeknek, számomra persze ez egy elég laza, vagy elég nem biztos, hogy nagyon szigorúan alátámasztható asszociáció, de egy számomra ennek az agrártársadalomnak a végét is egy előjelzi, vagy hogy ez a közös nézés, ami ugyan itt ebben a filmben konkrétan nem lép át közös alkotásba, de egy, abban mindenképp, azt mindenképp előjelzi, hogy aztán közösen át fognak kényszerülni abban a modernitásban, amit a, a Chaplin kifiguráz. És a második filmben már a közös alkotást is látjuk. 1988-ban Csillében egy Alicia Vega nevű tanárnő tart gyerekeknek egy filmes workshopot, amit a rendező Ignacio Aguero rögzít. Őt egyébként az egyetemen tanította Alicia Vega, és így szerzett tudomást erről a erről a workshopról, ami talán Alicia a harmadik ilyen workshopja volt, de aztán a következő 30, év. 30 évben folyamatosan ilyen workshopokat tartott és tökéletesítette ezt a, ezt a gyakorlatot a, a, gyerekekkel, ami azért nagyon izgalmas szerintem, mert nem csak egy, nem csak szimplán egy filmtörténeti tudást ad át, vagy nem csak szimplán egy közös alkotást elősegítő, vagy a közös alkotásnak a feltételeit megteremtő workshopról van szó, hanem ugye egy olyan workshopról, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy a film technológia történetén keresztül visszamenve egészen az ős filmig, azt el a gyerekekkel, hogy hogyan születik meg a, a zótróptól és a taumatróptól kezdve a, a, a film, a mozgókép, hogyan kezd el mozogni egy, egy állókép. Ezeket a workshopokat azért, azért úgy szoktuk elképzelni, hogy ilyen kis létszámmal működő, az egyénekre nagyon koncentráló workshopok, és nekem ami, ami izgalmas volt nagyon az Alicia Vegának a workshopjaiban, hogy rengeteg gyerekkel dolgozik együtt egyszerre, és az, hogy ő egy egyetemi tanár, azt nem nagyon látszik a sokszor a gyakorlatán, hogy nem az a fajta személyes munka van, amikor a gyerekeknek a személyes önkifejezésére olyan nagyon sok idő és figyelem jutna, hanem valahogy igen, ilyen előadásszerűen inspirálja ezeket a gyerekeket. Ami ugye nagyon ellentétben áll mondjuk az Ignacio aguero a a közelítésével, aki viszont személyes interjúkat készít a gyerekekkel, nagyon sokszor nem is a workshop helyszínén, hanem az otthonaikban beszélget velük. Igen, ez számomra is izgalmas volt ezt a két megközelítést látni, viszont azt láttam a workshopok alatt, hogy Attól függetlenül, hogy igen, egy ilyen, ilyen ismeret anyag átadása történik, de az nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik, illetve a kéz a kézben jár azzal, hogy itt minden egyes gyerek el tudja készíteni a saját kis... Mik voltak azok sejét? Zotróp. vagy, Tomatróp. vagy... Igen, tehát, hogy mindenki ott megcsinál, tehát mindenkinek biztosítanak ahhoz anyagot, tehát, hogy hogy időt. kellékeket, időt, így van, és akkor igen, emellé párosul az, hogy betekintünk a gyerekeknek az otthonaiba, a mindennapjaikról beszélnek, tehát azon túl, hogyha, ugye mindig jók voltak ezek a kérdések, hogy amíg nem jártál szombat délelőttönként ide erre a workshopra, mit csináltál, vagy amúgy mit csinálsz hétköznap, és akkor ugye a gyerekek a saját élményeikről beszélnek, vagy arról, hogy mit csinálnak, van aki, van, aki szemet Tet akkor van, aki ugye nem, tehát otthon van és csak tévét néz, mert epilepsziás és nem, nem tud igazán közösségben lenni, és közben meg itt ebben a workshopban meg, meg elköteleződik, amellett, hogy hetente megjelenjék, és még, még egy rétege kibontakozik ezen keresztül, hogy a szülők, is valamennyire, tehát hogy ott is kapunk egy-egy impulzust arról, hogy, hogy kik itt a szülők, hogyan viszonyulnak ehhez a workshophoz, a gyerekeikhez, milyen az életük, és hogy, hogy ezek a rétegek nagyon, nagyon izgalmasan rakódnak egymásra. És szerintem az, amit mondtál, hogy tévét néznek, az egy iszonyú fontos dolog, mert mondjuk az előző filmhez képest, vagy az, hogy, tehát, hogy nekem az is nagyon lenyűgöző volt ebben a workshopban, hogy amellett, hogy a gyerekek azzal töltik amúgy, a, hogyha van szabad idejük, és éppen nem pénzt próbálnak valahogy szerezni, akkor tévét néznek, és ennek ellenére is, vagy, vagy emellett is elképesztően tehát, hogy ilyen óriási erővel hat az rájuk, hogy megérteni, hogy hogyan kezd el egy kép mozogni. Az egy nagyon fontos különbség ugye az előző filmhez képest, hogy ebben a filmben is olyan gyerekeket látunk zömmel, akik még sosem voltak moziban, vagy azt, azt mondják, hogy sosem láttak filmet, de nagyon sok tévét néznek, ami ahogy ha már a képzelőerőről, meg a stimulációról beszéltünk, elég világosan formája is a képzelőerejüket, meg a vágyaikat azzal kapcsolatban, hogy mik akarnak lenni, ami amire Aguero ö, többször rákérdez az interjúkban. Ennek ellenére is nagy, nagy megrendüléssel fogadják azt, hogy mi is a film tulajdonképpen, vagy hogy mitől mozog a kép. Ahogy mondtad, igen, a technológiát tanít a vége nekik, de nem csak technológiát tanít, hanem egyáltalán percepciót, vagy, vagy észlelést, vagy azt, hogy mi történik velük, vagy mi történik az ő kognitív képességeikkel, amikor, amikor ö, ezeket a mozgásfázisokat Kellő gyorsasággal látják ahhoz, hogy folyamatosnak érzékeljék. Egyrészt, másrészt, hogy mi történik egy ennél komplexebb gondolati szinten, akkor, amikor már narratívákat vagy akár politikai dokumentációt látnak, mert ugye ez is nagyon fontos lesz, hogy itt is, ezen a workshopon is, azokban az időkben, amikor épp nem közösen készítik az ősfilmnek ezeket az eszközeit, mint a zotróp vagy a taumatróp. A taumatróp az egy korong, aminek az egyik oldalán mondjuk egy madár, a másik oldalán egy kalitka van, és ennek a kellő gyorsaságú pörgetésével ugye a szem számára egy felületre kerül a két ábrázolás, mintha a kalitkában lenne. Az ótropon pedig egy ugye, állatok mozgása, különböző mozgásfázisban van felrajzolva, és írésen keresztül lehet erre a rálátni, és ahogy pörg, pörgeti valaki, és belenéz ebbe a úgy ez egy folyamatos mozgásnak tűnik föl. Szóval, amikor nem épp ezt csinálják, akkor filmeket néznek, játékfilmeket is, meg gyerekekről szóló, vagy gyerekeknek készült filmeket is, de aztán megnéznek egy politikai tüntetésről szóló betétet is, amit egyébként ami egyébként, vagy hogy ehhez a történeti kontextusból azt azért fontos elmondani, ugye, vagy kihangsúlyozni, hogy 1988-ban vagyunk. Csillében a Pinochet diktatúrának a az utolsó éveiben, és ezeknek a gyerekeknek a legalapvetőbb környezete az, hogy emberek folyamatosan eltűnnek, megkínoznak embereket, úgy engedik vissza őket a, a családjaikba. Kihallgatnak. Kihallgatnak. Ugye azt lehallgatnak. Lehallgatnak, azt mondják is, ugye egy ponton megkérdezi a, az egoirról -e a gyerekektől, hogy szerepeltek-e már filmen, és akkor mondják, hogy nem, de a hangjukat már rögzítették, és kirögzítette a hangjukat, hát a Központi Információs Bizottság, amikor kihallgatta őket. Tehát hogy ez a, ez a környezet ennek a filmnek, és, és hát nyilván ennek a, a tudatában, vagy annak a tudatában, hogy egy 2006-os jelentés szerint Legalább 2000 gyerek van, akiről tudunk, hogy vagy megkinozták, vagy eltűntek a, a diktatúra alatt. Ezzel összeolvasva azokat a képeket, amikor mondjuk a gyerekeknek csak az árnyékait látjuk, vagy egyáltalán a mondjuk a taumatrópnak a működésével, ugye ami arra alapszik, hogy valami, amit nincs is ott. A, valami, ami nincs is a szemünk előtt úgy érzékeljük, mintha ott lenne, tehát hogy egy folyamatos játék van az eltűnés és a feltűnés ellentét tehát, hogy hogy a film folyamatosan reflektál az állapotra, amiben a gyerekek vannak, és ugye nagyon sokszor én legalábbis úgy éreztem, hogy nem is feltétlenül, hogy nem is mondják ki a, a gyerekek, vagy nem feltétlenül tudják megfogalmazni a, a azokat a konkrét körülményeket, amik a diktatúrának a, az ilyen szorongató körülményei, de hogy, de hogy rajzaikon meg, meg sokkal egyértelműbben megjelennek, vagy mondjuk ahogyan rezonálnak ezzel a, a tüntetéseket megörökítő anyaggal, amit az Egoiró csinált, abban, abban, nagyon lehet érezni azt, hogy egy, egy csomó olyan horrort, vagy a, a terrornak a különböző formáit, amit nem tudnak artikulálni, azt lerajzolják. Igen, mert ugye az a, a végén. A nagy attrakció, hogy olyan rajzokat készítenek, egy storyboardot készítenek, tulajdonképpen aztán közösen moziban is megnéznek, és akkor a, akkor ezt a gyerekek dönthetik el. Az Alicia Vega kérdésére válaszolva, hogy melyik filmet akarják rekonstruálni, vagy tulajdonképpen mi volt a leginspirálóbb számukra, és akkor egyértelműen ezt a dokumentációt, vagy ezt a hír, híranyagot választják. Igen, és még egy dolog eszembe jutott így a, ezzel a filmmel kapcsolatban, ami csak így. Részben kapcsolódik a témánkhoz, de szerintem akkor is nagyon-nagyon fontos, hogy azt látni ebben a filmben, hogy ugye egy kápolnában van maga a workshop, tehát a közösségnek egy nagyon-nagyon fontos helyszínén rendezik be minden szombaton, úgyhogy elpakolják a Jézus szobrot, meg a keresztet, meg a gyertyákat, meg nem tudom, mi csoda. És hogy a pap maga milyen lényeges szerepet tölt be abban, hogy segítse ezt az egész munkát. Tehát, hogy ugye maga a film, a, magában a filmben többször megjelenik, a, mint aki a közösséghez beszél, mint aki annak a fontosságáról beszél, hogy ez a workshop miért jó, vagy hogy akkor majd lesz a, a a kiállításuk a gyerekeknek, és akkor érdemes lesz megnézni. Szóval, hogy itt a, egy ilyen szerves értelmiségi jelenik meg ebben a közösségben, aki támogatja kívülről jövő kezdeményezést a helyi közösségen belül, és hogy a, amire vissza, -vissza térünk, ez a, az ugye ez a nagyon zsigeri és ilyen primér felvetés, hogy, hát de, hogy, hogy, minek kell, hogy meg lennének film nélkül, vagy meg lennének színház nélkül, meg nem tudom, hogy micsoda, de hogy ugye ezeknek a részvételi művészeti kezdeményezéseknek mind az a lényege, hogy, tehát, hogy olyan aktuális társadalmi kérdésekkel foglalkozik, ami, aminél fontosnak tartja azt, hogy valamilyen társadalmi folyamatot elindítson ezeken a, a művészeti kezdeményezéseken keresztül, és szerintem itt pont a gyerekeknél nagyon látszik az, hogy minden ilyen résztvevő, azt nem lehet kiemelni az aktuális társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális folyamatból, mert hogy befolyásolja őket, alakítja őket, meghatározza őket, és hogy azt, azt teszi láthatóvá, amit meg az aktuális hatalom pont, hogy el akar takarni, vagy nem akarja láthatóvá tenni. És ez egy másik kérdés, hogy azzal, amit kezdünk, ugye, hogy, hogy számtalan gyerek elmondja, hogy katona szeretne lenni, mert hát hiszen azt Látja az, az, vagy hogy akár ez a döntés megszületett, hogy ők nem a, a kisfiút a piros légönbel akarják újra rekonstruálni, vagy a saját uh, storyboardjukat megrezölni, hanem pont a tüntetéseket. És hogy itt ugye a művészetnek a politikai dimenziója és a politikának az esztétikai dimenziója is nagyon pontosan találkozik ezekben. Hát igen, és mondjuk az a kukac, vagy kígyó? -kukac, kukac, igen. Az az, az. az az óriási kukac, amit közösen készítenek, ugye hát kvázi ott az van egy ilyen feladat, hogy egy storyboardot kell rajzolni, és akkor minden gyerek megrajzolhat egy képkockát, és ez az a gyakorlat, ahova így leginkább beforgatják a a tüntetéses fiamnak az élményét, tehát hogy ahol a legerőszakosabb uh, képeket rajzolnak le, és aztán ezeket a képeket összeragasztja az Alice Jevege egy nagy, vagy egy összeragasztják a gyerekekkel közösen egy nagy uh, kukacsá, amit aztán közösen fölemelnek és végigvisznek a, 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 falun, ami hát a politikai cselekvésnek a megtomvább. Igen. <laughs> igen. Tényleg, tényleg igen, tehát abban így abszolút ez, ez mutatkozik meg, hogy a közös alkotásnak, és a, tehát hogy pont azok a dolgok, amiket nem annyira tudtak elmondani a gyerekek, viszont le tudták őket rajzolni, és azt megmutatni az egész közösségnek, hogy ezt a dolgot, ezt a kukacot mint együtt visszük, és, és, együtt akarjuk nektek megmutatni. Ez egy ilyen elképesztő élmény lehet szerintem egy ilyen gyereknek. Fontos volt, amit mondtatok a, a, hiányról, meg, meg azokról az indirekt jelzésekről, amiket a film tesz. Kukat is ilyen szép arra gondolni, hogy ugye a gyerekek itt egy olyan reprezentációt végeznek, egy olyan reprezentációt és kiállítást végeznek el, ami máskülönben lehetetlen volna, hiszen ebben a faluban, vagy bocsánat, ez egy falu egyébként, a Szántiágonak egy külkerülete, de ebben a falusias módon kinéző környezetben, annak ellenére sincs helye az önreprezentációnak, vagy a, a saját képeink viszontlátásának, hogy egyébként ilyen a pap, ami felemelő és szerintem is nagyon fontos, és egy, és egy nagyon fontos módon épül rá arra a tanulásra, ami a filmről való tanulás, az, hogy a saját tereinkhez viszonyulhatunk, tehát hogy nyilván ez önmagában is egy szemléletformáló tapasztalat a gyerekeknek, hogy a templomot még mikre lehet használni. Hát és nyilván a film szempontjából is ilyen iszonyú szimbolikus, hogy ez az ilyen rituális közösségi tér. Tulajdonképpen ugyanúgy megtartja ezt a rituális közösségi funkcióját attól, hogy most nem egy vallási szertartás, hanem egy, egy művészeti szertartásnak a keretein belül használja ugyanúgy a közösség. Mm. És ugye aztán azt hiszem, ugyanebben a térben vannak a kiállítások is, ahol már a szülők is megnézhetik ezeket a, a műveket, amiket a gyerekek készítettek, ami meg azért még egy ilyen nagyon érdekes szintje a tanulásnak, mert valahogy annak a, az élménye nekem iszonyú erősebben a filmben, ahogy a, ahogy a felnőttek a gyerekeiken keresztül látják, hogy vagy legalább elképzelhetővé teszi ez a workshop a szülők számára, hogy a gyerekek tudják többre vinni. Nem anyagi értelemben, vagy nem abban az értelemben, hogy filmesek nyilván nem lesznek filmesek, vagy nyilván elenyésző lesz ezek közül a, a, a gyerekek közül felteltőleg művész, de, de mégis elképzelhetővé tesz a szülők számára is valahogy a tanulással kapcsolatban egy ilyen más típusú elvárást, igen. Hogy a gyerekek a saját eszközeikkel, apparátus nélkül, vagy ugye valódi kamera és valódi vetítő nélkül jelenítik meg ezeket a lenyomatszerű vagy indirekt észleléseit az elnyomásnak. Arról értemes lenne egy picit beszélnünk, hogy egy ilyen workshopnak a megörökítése az hogyan zajlik, vagy hogy itt milyen, mi az a dokumentumfilmes attitűd, mint így az Aguero fölvesz. Mert hogy eleve már egy ilyen workshopnak a kiválasztása, az mint tehát a témaként való kiválasztással szembe megy minden ilyen direkt színemás ötlettel arról, hogy most rögzítjük az életet úgy, ahogy van, hogy itt van egy annyira beállított helyzet, vagy egy annyira a mindennapoktól eltérő helyzet, egy ilyen különleges pillanat ezeknek a gyerekeknek az életében, ami valami különlegeset tud előhozni, vagy valami nagyon sűrített módon tudja előhozni azt, hogy mi a tapasztalatuk. Az olyan politikai helyzeteknek a megszólaltatása, amik megörökíthetetlenek az említett uh, okokból kifolyólag, vagy a cenzúrának a, egyetlen a dokumentációra uh, kiterjedő működéséből adódóan is, uh, ott ütömény, meg inszenírozott pillanatokhoz fordulhat csak a rendező, mint amilyen ez is, és hogy ez egy igen, szerintem ez egy nagyon érvényes uh, reakció erre a helyzetre, erre a rendezői helyzetre is, hogy nem a igen, nem az életet kvezje maga elkülöníthetőségében vagy érintetlenségében rögzíti, hanem pontosan azt rögzíti, ahogyan stimulálják ezeket a helyzeteket azért, hogy egyetem bármi felszínre kerüljön belőlük, és még így is elég nyomozandó, vagy letapogatandó az, hogy mi kerül felszínre, és igazából csak ez olyan elszólásokból kapható ezzel, mint amiket mondhatok, hogy katonák akarnak lenni a gyerekek, vagy az, hogy a hivatalból jöttek, és hangszalagra vették a kihallgatásukat, tehát hogy nem, ugye ezeknek soha nem az a tárgya, hogy, hogy ezeket mint traumatikus élményeket feldolgozzák, Ez fontos, hanem... Igen. hanem hogy, hogy itt feltételezhető az így a, a film alapján, hogy, hogy itt tényleg nem az volt a vágy, hogy ezeket a sztorikat itt kikapargassa belőlük, és majd megszülesen az a pont, amikor mindenki elmondja a saját traumáját, hanem hogy kialakult egy olyan együttélés, egy olyan viszony a kamera, a rendező és a gyerekek között, ami párhuzamosan tudott történni a workshop mellett, és, és, és ezen keresztül is rengeteg plusz dolgot meg lehetett róluk tudni, de hogy nem egy ilyen forszírozott dolog volt ez, nem nagyon szépen szervesen kapcsolódott a, a, workshophoz, meg nyilván ez a vágásnál is nagyon sokat számított, vagy a szerkesztésnél, hogy mikor, milyen témák, hogyan jönnek be, és amikor már a gyerekek ott a workshopon ezekkel a tüntetésfelvételekkel foglalkoznak, Anna akkor, akkor döntött úgy a film, hogy akkor hozza be ezeket a témákat, és nem sokkal előbb. Ez az idő, amit együtt töltenek mind a műhelyen a gyerekek együtt, és az Alicia vége, mint pedig otthon vagy a műhelyben az Ignáció a, a gyerekek, ez, ez valahogy a viszonynak az egyenrangú bevállásához is hozzájárul, és hogy nekem talán ez volt az egyik leginspiratívabb, vagy felemelőbb sajátossága a filmnek is, meg az interjú technikának is, hogy az Alicia vége mennyire alaposan, mennyire módszeresen, mennyire részletesen, és milyen abstrakciós szinteken veszi végig a gyerekekkel azt, hogy mi a film, Például ugye azt, amikor egy, egy montás szekvenciát egy fejezethez hasonlít, egy könyvfejezethez, hogy a képnyelv és a fogalmi nyelv, vagy verbális nyelv eh, szintjeit ilyen bátran egybehozza, és hogy ezt egyáltalán megerőlegzi ezt a bizalmat a gyerekeknek, hogy ezt le fogják követni ezt a, ezt a gondolatmenetet. Hasonló, hasonló ahhoz a ugyancsak nagyon felnőttként kezelő magatartáshoz, ahogy az többször eh, szinte már szigorúan, de legalábbis nagyon következetesen visszakérdez olyan gyerekeknél, akik esetleg elkalandoznának, vagy homályosan válaszolnak, vagy ismersolnak valamit, és nem engedik ki a kezéből a kérdést, meg nem engedik ki a kezéből a beszélgetésnek a módszeres vezetését. Egy ilyen tapasztalattal felvértezve minden, frontális oktatás, minden ismeret történelmi hamisítás, beleverése a fejekbe. A egyetlen minden olyan tanári fellépés, ami nem hagy magán olyan réseket, mint amit, amit a... Amit egy ilyen csoportmunka, vagy amit egyetlen az Alicia végének az interaktív beszédmódja, tudatosan és oltatlanul hagy, vagy, vagy felnyit, az hát nagyon kétségesnek tűnik fel a gyerekek előtt, legalábbis ezt reméljük. Hát, vagy hogy ez, igen, a, reméljük. ez az ígérete, ez a lehetőség, nem biztos, hogy ez így van, de ez a lehetőség egy, egy ilyen workshopnak imponáló, hogy aztán ugye írt ezt a könyvet a Végés, hogy aztán az összes, mind a 30 éven keresztül az összes szervezet workshopnak az előkészítése, a helyi hatóságokkal való ellevelezése, azt mind dokumentálta, és egy archívumban megőrizte, meg elérhetővé tette. És igazából csak ezt akartam kérdezni ezekről az általat kutatott színházi gyakorlatokról, hogy ezeknek az áthagyományozhatósága az uh, hogyan, vagy hogy például egy dél-amerikai uh, módszer Magyarországra való áthagyományozhatóságát mi milyennek uh, érzed? Ez, ez szerepel is külön a, a disszertációmban ennek erre való reflexió, hogy ugye katonai rezsim, katonai diktatúra alatt megszületett, elnyomottak színháza az, hogyan, milyen módszert tannal hogyan tud működni akár most a 2020-as évek Magyarországán, de hogy erre, erre születtek már egyébként különböző reflexiók, és ugye Boál is azt csinálta, hogy intézményeket alapított, vagy hozzá tőle tanult, hozzákötődő, akiknek átadta ezt a szakmai módszertant, ők Párizstól elkezdve Indián át, tehát hogy nagyon sok helyen. Ami veszély itt például a boáli módszert annál, hogy e, ugye itt olyanokra kell gondolni, ami talán a hallgatóknak is ismerős lehet a Fórum Színház, vagy Vita Színház, tehát, hogy ezek a típusú dolgok, de még számtalan ilyen van, láthatatlan színház, a szivárvány, stb. 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 Hogy, és erről a fia is írt, hogy az történt meg, hogy nagyon sokszor a, a céges világ kezdte el alkalmazni ezt, ezt, hogy ezeket a módszertanokat, hogy megtalálják a legjobb alkalmazottat. Mm -hmm. Tehát, hogy pont kifordították ennek a lényegét, hogy nem az történik, hogy a, az elnyomott tudja képviselni magát, közösségben találja magát és a hatalommal szemben különböző módozatokon keresztül fel tud lépni, vagy hallatni tudja a hangját, hanem hogy pont ezt a hegemon viszonyt erősítvén megtalálni azokat az embereket, akik az elnyomott kategóriában inkább inkább működőképesek, szóval ennek megvan a veszélye abszolút. Uh -huh. Igen. De a lényeg az, hogy azok a kezdeményezések, amikkel én foglalkozom, ott nyilván különböző szempontrendszerek keresztül végigmegyek ennek, hogy milyen csoportot szólítanak meg, hogyan, hogyan lesznek a résztvevők alkotóvá az adott folyamat során, mik azok a döntéshelyzetek, döntéspontok, amiket a közösség együtt hoz meg, hogy arról beszélnek, eljutnak-e egyáltalán odáig, egyáltalán nem feltétele, hogy ebből legyen mondjuk egy előadás, mik az előkészítő fázisok, mik az előadásnak a megvalósuló, fázisai és az utánkövetés része, mert ugye az is nagyon fontos. Most, ami eszembe jutott arról, amit mondtál, hogy szerintem az is egy ilyen érdekes kérdés, hogy úgy látszik ebből a filmből, hogy a kamera az a workshop kezdetétől ott van ezeken a workshopokon. Az egész más, hogy a föl, hogyha a, ennek a nagyon különleges helyzetnek, hogy most a templomból egy filmes műhely lesz, az is a része, hogy a filmes műhelyben folyamatosan rögzít minket egy kamera is. És hogy akkor ez, a, ez, az egész kiemelt pillanat, ez, ez, ezzel a kamerával együtt érvényes. Egyrészt és másrészt, hogyha az ellenkező oldalról nézed, akkor úgy is lehet nézni, hogy ennek a kamerának a jelenléte épp attól nem válik fenyegetővé, vagy épp attól tűnik ki a állam megfigyelő eszközei közül, hogy közben pont ennek a működését fogják megérteni ebben a műhelyben. Lehet, hogy a műhely munkának a működésével így átismertünk a harmadik filmre, a Macskási Katinak az ünnepeink című filmjére, ami egy 1981-es film és talán még, amielőtt elkezdünk róla beszélni, azt érdemes elmondani, hogy Macskási Kati ő egész életében nagyon sokat dolgozott gyerekekkel, különböző ilyen műhelymunkáknak a, a rajzaiból, a gyerekekkel közös műhelymunkáknak a rajzaiból állította össze aztán a filmjeit, és ennek a műhely munkának az volt a feltétele, hogy itt a gyerekektől nem kérdez, tehát nem ilyen interjúhelyzetekbe hozza őket, hanem témákat dob be. És akkor a témákról ezek a gyerekek megfogalmazzák a gondolataikat, és lerajzolják, ami eszükbe jut, minden gyerek a képességeihez mérten vett részt ezekben a folyamatokban. Tehát volt, aki a, a, az írásban, mint hogy a narrációnak a megírásában, vagy a dramaturgiában segített, volt, aki a rajzolásban, és volt, aki az animálásban. Macskásikat is soha nem véleményezte a gyerekeknek a sem a rajzait, sem a azt, amit el akartak mondani, hanem hogy volt egy ilyen típusú szabadság, vagy egy ilyen közös alkotás. És ugye ebben a filmben azt mondják el a gyerekek, ez egy animációs film, 10 perces film, és arról adnak számot a gyerekek, hogy milyen ünnepek vannak Magyarországon, ami ugyancsak ugye kapcsolódik a szabadidőhöz, és hát elmondják, hogy vannak persze családi, privát ünnepek is, de elsősorban azokról az ünnepekről láthatunk aztán rajzokat, amiket macskásikat szintén a gyerekek segítségével meganimált, egymásra montázsolt, amikről ugye az tanulnak, közben beszédesen téves, vagy beszédesen és viccesen konfúz, beszámolókat hallunk arról, hogy mi is történik, hogy Petőfi szavalatára hogyan keltje ki a tanácsköztársaságot, ahogy a régi Oroszország és a Szovjetunió szerepei összemosódnak. Persze, tehát iszonyatosan szuki, nagyon vicces, tehát hogy ez, ez tényleg az ilyen uh, felszíni dolog, hogy egy gyerek hogyan kombinálja össze a különböző ünnepeket, a különböző alakokat, a különböző történelmi korszakokat, és akkor mellette ugye ott vannak a meganimált uh, gyerekrajzok. De hogy az, az volt baromizgi ebben, hogy tényleg ugye 81, igen, hmm. hogy Anna előkészített így a podcasthoz egy-két háttéranyagot, ami segítette a tájékozódást, de hogy írod azt, hogy ugye az eredeti hangszalagon ott kicenzúrázott riport részletek vannak, hogy ez, ez nem tudom pontosan egyébként mit jelentett, de hogy az, hogy a gyerekek megfogalmazzák azt, amit a felnőtteknek nem szabad, vagy nem lehet, vagy nem, nem illdomos, inkább ezt mondom, az, akkor is áthallik ezen az egészen, hogyha tényleg van egy óriási katyvasz, mert miért ne lenne? Tehát, hogy itt tényleg kis, kisiskolás gyerekekről van szó, hogyha jól értem. Tehát, hogy nem is az lenne a kívánalom, hogy ők pontosan tudják, hogy mi zajlott november 7-én, mi zajlott március 15-én, nem tudom, mi micsoda, de hogy tényleg vannak olyan ösztönös elszólások, amik akár emiatt az ideológiai dömping miatt jelenik meg, vagy akár az otthon elcsípett mondatok, tehát nekem azok is így jöttek hogy a, a gyerek az, me, mint egy szivacs, miket, <gül> <gül> miket szed össze, és akkor abból hogyan konstruálja meg a saját ü, 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 ünnep, vagy nemzeti ünnepek, és más típusú ünnepeknek a, a történeteit. Szóval, hogy ez, ez nem tudom pontosan, hogy volt, és ez engem nagyon érdekelne. Volt egy része konkrétan az ünnepeinknek, amit kicenzúráztak, vagy egy riport részlet? Tehát amit? azt nem engedték, hogy bekerüljön. Amit nem engedték, Aha. hogy bekerüljön, és én azt gondolom, hogy ez az lehetett? az a riport részlet, amikor arról beszélnek, hogy a Szovjetunió lerohant a Magyarország, hogy 1849-ben. 1849-ben a. a, a. a, ja, a, a azt hogy azt igen, 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 igen. igen, 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 igen. igen, igen. Aha. Tehát, hogy ja, a, ja. az visszakerült a felújított változatban. És a felújított változatban ja, ilyet, ez visszakerült. Aha, tehát nem volt benne az előző verzióban, és igen, újra. Most, újra vetítünk, abban maradott hallható lesz a gyerekek. Igen, de ez tényleg az a baj, hogy erről nem tudtam sajnos ilyen biztos biztos infót találni, szóval lehet, hogy okay. ez nem... De, hogy, de minden esetre az, az biztos, vagy hogy ez nagyon fontos ebben a filmben szerintem is, hogy, Igazából ez a Macskási Katinak szerintem mindegyik filmjéről elmondható, hogy egyszerűen ez egy védelmet is ad, vagy egy ilyen nagy szabadságot ad, hogy Igen. ez a, amire így az emberek azt mondják, hogy hát ez ilyen gyerekszáj, gyerekeknek lehet ezt mondani, vagy ki lehet mondani olyan dolgokat, amiket a felnőtteknek biztos, hogy nem lehetne. Például a mondjuk a romáknak a helyzetéről, a Nekem az élet tetszik nagyon című filmben olyan, olyan dolgok mondódnak ki, amik egyáltalán nem voltak a, a közbeszéd részei akkor, sem, meg ma sem. Igen, és itt is erősítek arra, amit az előző két filmnél mondtunk, hogy igen, annak ellenére, hogy itt gyerek, száj és cuki vicces, hogy tényleg ott van az a társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális kontextus, hiszen nem azt csinálja, hogy egy olyan, olyan válogatást készít, hogy mindenki nem tudom én a saját, azon keresztül is megjelenne a saját, csak a saját ünnepeiről beszél, hanem arról elsősorban, hogy az iskolában mit tanulnak az ünnepekről. Tehát tényleg az oktatás, az egész intézményrendszer ott van a háttérben, ami, amin keresztül ezek a gyerekek megfogalmazzák azt, Hol az szerint, amit elvárnak tőlük, hol totálisan a, azzal szembeszegülve, amit, amit megtanultak az iskolában, vagy amit amit meg kellene, hogy, vagy, vagy, amit vissza kellene mondaniuk folyamatosan. Az intézményrendszer is kirajzolódik, a kultúrpolitika is kirajzolódik a háttérben, azok a szavak, amikkel leírjuk a történelmünket, ez elképesztő, hogy így még akkor is, hogyha nagyon konfúz, vagy akkor is, hogyha fölcserélnek dátumokat, meg szereplőket, meg helyszíneket, akkor is valahogy az a, a, az a beszédmód, ahogyan beszélünk az ünnepeinkről, vagy a csatáinkról, vagy a, a, a vereségeinkről, szimbolikusan kirajzolódik. Ebből a Filmből, meg abból, amiket a gyerekek mondanak, meg rajzolnak, és a másik dolog, amit akartam mondani, hogy Macskási Kati egyébként Macskási Gyulának a, a lánya, aki, aki a magyar animációnak az egyik legfontosabb, a alkotója, Pannonia Filmstúdiónak az alapítója, Macskási Katira-nak a pályájára is hatással volt, viszont ő eredetileg nem akart animációs lenni, ő, újságíró szeretett volna lenni, és csak később, később került közel a filmezéshez, vágóként végzett, és aztán ezt a újszerű, sajátos gyakorlatot dolgozta ki a gyerekekkel, és, rengeteg filmet csinált, ilyen műhelyi munkaszerűen gyerekekkel közösen. És hogy ma, amikor közszájön forognak megdivatosak ezek a omra elég bizár megtaszító terminusok, mint a kreatív dokumentumfilm, meg a animációs dokumentumfilm, meg nem tudom, mint hogyha ezeket így most találták volna fel. Arról talán így a történeti gondolkodásunk a serkenti az, hogy mondjuk valaki aki újságíró akart lenni, és nyilvánvaló a szociografikus affinitása, meg érdeklődése, az hogyan tudja a saját animációs praxisába ezt. Nem csak formailag, meg nem csak a filmek témáján, vagy, vagy szinopszisen keresztül, hanem a, hanem a módszertelen keresztül is beépíteni. Én elképesztő projektjei vannak a macskásikat azért, tehát így a Béla stúdióval is dolgozott közösen bizonyos pontokon, és például a 70-ben a Mi lenne Budapesten, ha című film az arról szól, hogy mi történne Budapesten, mit szólnának Budapesten a városlakók, hogyha ledobnának egy atombombát a városra, teljesen elmossa, vagy ilyen feleslegesé teszi azokat az elválasztásokat, hogy dokumentumfilm, animáció, fikciós film. És csak azt akartam az előző, hogy, hogy a nagyon tündériek ezek az elszólási a gyerekeknek, arról is beszélnek közben, vagy arról is tanúskodnak, hogy mennyire modern az a társadalom, amiből megszólalnak. Ugye összevetve az előző két filmmel látható gyerekekkel, valahogy ebből a képi gondolkodásban visszatükröződik a rajzaikban, egy teljesen más mediális viszony mutatkozik meg, mint ez az nagyon elemi a, a képalkotás, a reduktív szintjeire visszavitt dolog, mint amit az Alicia véget csinál. Tehát, hogy az, hogy mekkora deprivációban élnek a mondjuk a csilei gyerekek, ahhoz képest, nyilván ez egy tök, azt hiszem, ez egy városi iskola egyébként, a, egy budapesti iskola, Na, akiknek a, a gyerekében... Hogy ezért ez egy, egy nyilván egy privilegizált Igen. közeg, amiben ez, ez egy a tök... macskási Kati dolgozott most ezen a projekten. Igen. Én igen. Egyrészt, másrészt viszont azt nem tényleg érdekes, hogy ugye úgy fogjuk megnézni ezt a filmet, hogy előtte már láttuk az Aguironak a, a filmjét, tehát a csilei filmet, amiben ugye már említettük ezt, hogy a film részletek közben be vannak vágva gyerekrajzok, és szerintem a, a Macskási Katinak a filmjében, az ünnepeinkben is az nagyon érdekes, hogy a rajzok mennyire behoznak ilyen filmes reprezentációkat. Tehát, hogy Valahogy így az előző filmnek az ismeretében, vagy ilyen közel nézve a kettőt, nagyon behozzák nekem ezek a rajzok azt, hogy ezek a gyerekek láttak már ezekről a dolgokról filmeket, vagy nem tudom, Leninről láttak szobrokat, Igen. láttak festményeket, tehát hogy egy ilyen nagyon-nagyon gazdag, kreatív belső archívumból dolgoznak, amikor lerajzolják ezeket, a, ezeket az ünnepségeket. Egy nagyon gazdag gondolatvilágot ad hozzá a szocializmus. Juditnak nagyon köszönjük a beszélgetést. Köszönjük. És minden sok szeretettel várunk december 13-án szerdán, tehát nem a szokott csütörtöki napon, és nem is a megszokott 7 órára, hanem 7 óra 30-ra, az 5-ös 10-be, Budapest 6. kerület 5 utca 10, itt fogjuk megtekinteni ezt a három filmet, és ahogy az összes Partizán filmklubban, ezen az alkalmon is nagyon fontos lesz a filmeket követő beszélgetés, úgyhogy kérlek benneteket, hogy maradjatok majd, és osszátok meg velünk a tapasztalataitokat. Octavio Cortazar por primera vez, Ignacio Aguero, Cien Niños Esperando un Tren, és Macskási Kati ünnepeink című filmjéről. Köszönjük, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!